mai alkalommal bemutatom nektek a lábtológépet, melyet úgy veszünk fel kiinduló helyzetet, hogy elhelyezkedtek az ülésebe, le tudjátok állítani a dőlésszöget. Most jelen pillanatban nektek ezt a fajtáját fogom bemutatni. Ezt követően fölhelyezitek a talpatokat a támaszra, majd beállítjátok a számotokra optimális súlyt, és ezt követően felveszitek azt a pozíciót, amikor már érzitek a hajlítónak a feszülését, derékszögben helyezkedik el a tér, és csípő szélességbe helyezed el a talpaidat. Mindig saroktámaszt legyen a feladat végrehajtásánál, derekadat oda szorítod az üléshez, kihúzod magad, fej a törzsnek a meghosszabbítása legyen, farizmodat odafeszíted az ülésre. Majd ezt követően határozott mozdulattal kilégzésre hátrafele tolod magad. Figyelsz arra, hogy a térdizület ne nyúljon ki teljesen, hanem enyhén hajlított pozícióba marad, ezáltal megvédjük a térdizületet. Majd ezt követően engeded vissza a kiinduló helyzetbe. Próbáld meg azt, hogy a súly egy centiméterrel körülbelül a lapsúlyhoz ne érjen hozzá, hanem mindig feszített állapotban maradjon a combizomzat, majd ezt követően határozott mozdulattal tolod ki. Engeded vissza, és kilégzésre tolod ki. Gyakori hibák, amikor a derekad elemelkedik az üléstől, illetve a fej előre jön egy ilyen protrakciós helyzetbe, a farizom elemelkedik az üléstől, illetve térdizület befelé, vagy akár kifelé megy. Mindig nagyon figyelj arra a természetes pozícióra, csípőszéles teltet, kihúzod magad, fej a törzs meghosszabbítása, engeded le, és fújod a levegőt, tolod hátra. Gyakorlat végeztével visszaengeded magad, és kilépsz a üléstől.